Dönts jól a jövőd a tét. Fontos, hogy a fiatalok jó döntést tudjanak meghozni. Ez a megye szempontjából is lényeges, hangzott el a pályaválasztási kiállításon Nyíregyházán. Újabb beruházás a Hoya ZRT-nél. Mintegy 350 millió forintos beruházással bővítette telephelyét a lencsegyártó Máté Szalkán. Kevés a gomba. Idén a tavalyi gomba mennyiségnek alig 10%-a termett meg. Fontos, hogy a fiatalok jó döntést tudjanak meghozni, ez a megye szempontjából is lényeges, hangzott el a pályaválasztási kiállításon Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal által 19. alkalommal megszervezett Dönts jól, a jövőd a tét címet viselő kiállítás célja, hogy bemutassa a megyében élő pályaválasztók és pályamódosítók előtt álló lehetőségeket és támpontokat adjon a tovább tanulást meghatározó döntéshez. A kétnapos rendezvényen mintegy 80 közép- és felsőfokú oktatási intézmény, munkáltató és partner szervezetek adtak tájékoztatást a kiállításra ellátogató több ezer fiatalnak. Ledes villogót lehetett készíteni a Bánki Donát műszaki középiskola standjánál a nyíregyházi pályaválasztási napon. Szabó Ákos Tisza Bezdédről érkezett a rendezvényre. Ő azért ezt a standot választotta, mert ilyen pályára készül. Informatikusra készülök, ezért szeretem az ilyeket, és ilyesmi pályára akarok venni. A Dönts jól, a jövőd a tét címet viselő pályaválasztási napot 19. alkalommal szervezte meg a megyei kormányhivatal, hogy a fiatalok első kézből tájékozódhassanak a pályaválasztási lehetőségekről. Ugye nagyon fontos a számunkra az, hogy a megyében élő fiatalok jó döntést tudjanak meghozni. Nyilvánvalóan ez nem csak a fiatalok szempontjából fontos, hanem a megye jövője szempontjából is. Szükség van a megyében szorgos kezekre, szükség van olyan fiatalokra, akik tudnak és szeretnek dolgozni. Ahhoz pedig, hogy ez megvalósulhasson, az kell, hogy minél inkább tájékozottak legyenek abban, hogy milyen szakmákat, milyen iskolákat választhatnak. Amint egy 80 kiállító között nem csak oktatási intézmények képviseltették magukat, hanem munkáltatók is. Úgy gondolom, hogy segíteni kell abban is a fiatalokat, hogy ebben a változó és gyorsan változó világban megismerjék a szakmákat is. Ezért is kértünk meg több megyei foglalkoztatót, hogy jelenjen meg a kiállításon, hogy a fiatalok egy-egy munkahelyen is megismerkedhessenek, és amikor meghozzák ezt a nagyon fontos döntést, akkor egy átfogó képük legyen a lehetőségekről, nem csak a szakmáról, hanem később az elhelyezkedési lehetőségekről is. A kiállító iskolák, a munkafolyamatok gyakorlati bemutatása, a munkaeszközök megismertetése, kipróbálása révén igyekeztek tájékoztatni a látogatókat az egyes szakmák, különös tekintettel a hiány szakmák főbb jellemzőiről, valamint az elsajátításukhoz szükséges készségekről, képességekről. Sokat beszélünk a népesség megtartó képességről, és hát azt hiszem, hogy itt most érdemes megfordítani is, hiszen képesség megtartó népességre is nagyon szükség van, és pont ez a pályaválasztási kiállítás is ebben segít, hogy bemutatkozhatnak a szakképzőintézmények, iskolák, és eljöhetnek azok, akik érintettek lesznek majd a jövő nagy döntéseinek meghozatalában, és azért mondom ezt többes számban, bár ugye magának a rendezvénynek a címe az, hogy dönts jól jövőd a tét. Ez nagyon igaz, de itt valóban most már nem egy döntést kell meghozni, hanem több döntést egymás után, hiszen egyrészt a világ is nagyon gyorsan változik, folyamatosan alkalmazkodni, és ezért nagyon fontos az, amivel kezdtem, hogy a képességek fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A megfelelő képességek fejlesztése pedig nem csak a mostani, hanem a jövő szakmáinak szempontjából is fontos. Mi is előre gondolkodunk, és tudjuk azt, hogy a ma óvodás vagy általános iskolás gyerek gyakorlatilag nem is ismeri, de mi sem ismerjük, hogy milyen szakmát fog tanulni. Megpróbáljuk az alapkompetenciákat, a digitális kompetenciákat fejleszteni, már úgy, hogy nagyon sok olyan rendezvényt szervezünk, amely óvodásoknak, általános iskoláknak szól. Ilyen például a Tirpák Matiné, ahol meghívtuk a város óvodásait, és ott kipróbálhattak egy-egy szakmát játékosan. Gurbáné Pap Mária azt is elmondta, egy digitális közösségi alkotóműhelyet is létrehoztak, amely október második felétől nem csak a szakképzési centrum tanulói és tanárai, hanem bárki számára elérhető lesz. Az alkotóműhelyben digitálisan lehet megismerkedni a varrógéptől a 3D nyomtatóig a különböző szakmák eszközeivel.
mintegy 350 millió forintos beruházással bővítette telephelyét a Hoya ZRT Máté Szalkán. A fejlesztésnek köszönhetően egy kétszintes 1400 négyzetméteres épületet alakítottak ki. Tóth István, a gyár elnök vezérigazgatója 35 perc című műsorunkban elmondta, a beruházást a megnövekedett feladatok és a munkaerő hiány indokolta. Még tavaly márciusban indult el a Hoya Máté Szalkai gyárának a telephely bővítése. A beruházás idén szeptember végén fejeződött be. A gyárat az elmúlt 10 évben részben saját erőből, részben állami támogatásból folyamatosan fejlesztette a japán tulajdonos. A mostani beruházás közel 350 millió forintból valósult meg. A bővítés az váltotta ki, hogy az elmúlt 6 év során jelentősen növekedett a társaság üzleti forgalma, tehát ebben az időszakban mintegy megötszöröztük az árbevételünket, a létszámunkat 250 főről több mint 1000 fő fölé sikerült növelnünk ebben az időszakban, tehát ezzel nyugodtan kijelenthetjük, hogy a térség egyik legnagyobb termelő foglalkoztató vállalkozása vagyunk, és ezt a hirtelen növekedést igaz átmenetileg bélemények igénybevételével tudtuk biztosítani, de eljött az az idő, amikor a hatékonysági elvárások miatt, illetve hát egy jobb termelékenységi folyamat kikényszerítette az élet, igaz, ezt a dolgot, és úgy döntöttünk, hogy ezekből a béleményekből visszaköltözünk a fő telephelyre, azt bővítjük. A Hoyának a világon több mint 60 lencsegyára működik, viszont csak 3 nagy termelőgyára van, ezek közül az egyik a Máté Szalkai. Az itteni gyár havi szinten 500 ezer darab műanyag és üvegszemüveg lencsét gyárt és értékesít. A Máté Szalkai üzem a környék egyik legnagyobb munkáltatója, a több mint 1000 fős munkavállalói létszám ellenére itt is munkaerőhiánytól szenvednek. Ez is a mostani beruházás okai között szerepelt. Részben ez is váltotta ki, igaz, hiszen így a folyamataink sokkal hatékonyabbak, kevesebb létszámmal tudjuk megoldani, hiszen a béleményeknek a fenntartása az többletlétszámot igényelt, és a piacra is gyorsabban tudunk szállítani, tehát lerövidül ezzel a fejlesztéssel a termelés átfutási ideje, és ez nagyon fontos szempont ma a vevőknél, hogy mennyire gyorsan szállít a termelő, a beszállító cég. Tóth István azt is elmondta, a munkaerőhiány leküzdése és a jobb logisztika érdekében további beruházásokat is terveznek a Máté Szalkai gyárban. Ezek elsősorban az üzemben zajló gyártási folyamatok automatizálását érintik majd. Emelkedik a gyermekek után járó ápolási díj összege 2019-től, jelentette be a család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin elmondta, a szerdai kormány döntés értelmében az ápolásra szoruló gyermekek után járó díj összege egységesen 100 ezer forintra nő január 1-jével. Az államtitkár azt is hozzátette, ez az emelés folytatódik a következő években is. A cél az, hogy 2022-re 3 lépésben az ápolási díj mértéke elérje az akkori minimálbérösszegét. Az alma körül kialakult helyzet komoly társadalmi probléma, amire van megoldás, hangzott el az MSZP csütörtöki sajtótájékoztatóján. Legény Zsolt, a párt megyei alelnöke elmondta, a magyar alma közel 90%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében terem. Kiemelte, több tízezer családot érintett megyénkben az elmúlt hónapok léalma botránya, ráadásul ez rányomta bélyegét az étkezési alma árára is. Legény Zsolt hangsúlyozta, a demonstrációk hatására ugyan felemelték az ipari alma felvásárlási árát, de az csupán 2 hétig tartott, ma már ismét 14-15 forintért tudják leadni a gazdák a termést. Többféle módon is lehet egyébként segíteni. 2007-2008-ban az MSZP kormány egy azonnali 5 milliárdos segítséget nyújtott a gazdáknak. Ezt most is meg lehetne tenni, ehhez kormányzati akarat kell, és nagyon sokféle módon lehetne segíteni, akár például a léalma sűrítménynek a tárolását lehetne támogatni, több olyan módszer van és több olyan megoldás, vagy a Viszmajor keretből egyébként akár enyhítésben is lehetne forrásokat találni, meg lehetne oldani a szabolcsi gazdák problémáját. A száraz nyár nem kedvezett a természetes gomba lelőhelyeknek. A szakemberek szerint a tavalyi gomba mennyiségnek csupán a 10%-a termett idén. A piacon gyakorlatilag nem találni szabadon termesztett gombát friss áruként. Rókagombát és őzlábgombát szinte egyáltalán nem lehetett látni az idén.
A hétvégi túrázások alkalmával sokan kezdenek gombakeresésbe is. Az egyik legfontosabb szabály, hogy aki nem ismeri a gombákat, ne szedje, és főleg ne fogyassza az erdei gombát. Leszedni azért sem szabad, mert ahhoz, hogy hosszú távon megmaradjon a terület termőképessége, nem szabad begyűjteni az összes növényt, és vigyázni kell a talajban lévő gombafonalakra is. Idén azonban a jól bevált lelőhelyek felkeresése sem vezetett feltétlenül sikerhez. A gombatermés most nagyon gyér, tehát abszolút nincsen gomba. A tavalyihoz képest, hogy mondjam, kb. 10%-a van a tavainak. Nincsen eső, és egyszerűen nincsen gomba. Ez a férfi mégis talált néhány szép gombát, de akadt közte olyan is, amelyik nem volt alkalmas emberi fogyasztásra. Az ilyen növényeket a szakemberek egyszerűen kidobják. Aki saját felhasználásra szed gombát, az maximum 2 kg-ot gyűjthet be. Ennél többet csak kereskedelmi célra lehet szedni, ennek azonban feltétele van. Mindig arra kell figyelni, hogy megvan-e a papír, a gomba szakértői vélemény, mert mindig ki van állítva egy szakértői vélemény a gombáról, tehát más egyébként nem is árulhatnának gombát a piacon. Igazából ezt kell nézni. De nem fognak találni most gombát a piacon. Ez azért is fontos, mert az egyfűre eső gombafogyasztás Magyarországon egy 2017-es adat szerint nagyon alacsony, csupán 1-1,5 kg évente. Az elmúlt években lassú növekedés azonban megfigyelhető. Egyedüliként a gombák tartalmaznak természetes úton D-vitamint, valamint bizonyos mértékben helyettesíthetőek velük a hús tápanyagai. Továbbá olyan fontos aminosavakat vihetünk be velük a szervezetünkbe, amelyek a zöldségekben nem találhatóak meg. Megállapodást kötött a Józsa András Múzeum és a Magyar Kormány tisztviselői és állami tisztviselői kar. Ennek értelmében az a több mint 83 ezer dolgozó, aki országszerte ebben a munkakörben dolgozik, valamint családtagjaik 15% kedvezménnyel látogathatják a nyíregyházi intézmény kiállításait. A megállapodás hosszú távú, ezért a múzeum már a jövő évi projektekre készül. Eddig 18 ezer látogatója volt a Munkácsi kiállításnak a Józsa András Múzeumban. Ezt és a múzeum többi tárlatát, valamint a Kállai gyűjtemény és a múzeumfalu kiállításait ezentúl 15% kedvezménnyel látogathatják a kormány tisztviselők és az állami tisztviselők egy szerdán aláírt megállapodásnak köszönhetően. Az a cél, hogy a köztisztviselők, akik nagy számban vannak itt körülöttünk és élnek a megyében, a városban, és a családtagokkal együtt jöjjenek, nézzék a mi kiállításunkat. Nem beszélve arról, hogy nekik is van egy olyan programjuk, hogy a kultúrát azt szeretnék minél közelebb hozni hozzájuk, úgyhogy mi ezt megtudtuk, egymással tárgyaltunk, egymással értekeztünk, és egymást próbáljuk segíteni ezzel. A megállapodás hosszú távra szól, ezért jövőre is érdekes programokkal készül a múzeum, úgy mint a jégkorszak kiállítás, vagy a Szóra bírt csontjaink című antropológiai kiállítás a Természettudományi Múzeum együttműködésével. Szeptembertől egy Munkácsihoz hasonló 50 festményt tartalmazó Szinyei Mersepál kiállítást is láthatnak majd az érdeklődők. A Magyar Kormány tisztviselő és állami tisztviselői karnak 83.507 darab tagja van a szeptemberi statisztikánk szerint. Én bízom benne, hogy ez a több mint 83.000 ember élni fog ezzel a lehetőséggel, hiszen ennek a megállapodásnak a része volt az is, hogy nem csak a megyei tisztviselőket érintse ez a lehetőség, hanem az országos szintű szervezetben lévőket is. És ugye a karnak a tagjai úgy kartagságot úgy létesítenek, hogy kormányzati szolgálati jogviszonnyal rendelkezők, tehát kötelező tagsága van a karnak, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a tisztviselői munkának a tekintélyének a megőrzéséhez hozzátartozik a magyar identitás erősítése, a magyar kultúra erősítése. Megyénkben több mint 3000 fő dolgozik ilyen munkakörben. Családtagjaikkal együtt közel 10 000 ember jogosult a kedvezményes múzeum látogatásra. Ez a lehetőség egyedi, eddig csak a Soproni Múzeum rendelkezett ilyen megállapodással. Az őszi szezon hátralévő részében is Lengyel Roland irányítja a Nyíregyháza Spartakuszt. A korábbi másodedző Bozsik József távozását követően a Békés Csaba és a Budafok elleni mérkőzésen ült a csapat kispadján, és a Spari mindkét meccset megnyerte. A klub vezetése ezek után döntött a folytatás mellett.
10 fordulót követően egy győzelemmel, 4 döntetlennel és 5 vereséggel a 20 csapatos NB2 19. helyén állt a Nyíregyháza Spartakusz. A klub vezetése ekkor megköszönte Bozsik József vezetőedző munkáját, és a következő 2 meccse korábbi segítőjét, Lengyel Rolandot bízta meg a szakmai munka irányításával. A Spali a listavezetőként érkező Békés Csavát 6-3-ra, a Budafokot pedig 2-0-ra győzte le. A vezetők pedig az őszi szezonból hátralévő 7 és a tavaszról előrehozott 2 mérkőzésre is bizalmat szavaztak a szakembernek. Mint nincs egyforma ember, így egyforma edző se, tehát biztos, hogy lesznek változások, mint az edzés módszerben, mint az összeállítás terén. Vannak olyan játékosok, akik egy kicsit mellőzve voltak, azok most szerepet is kaptak a 2 mérkőzésen, és éltek is vele. Azt gondolom, hogy lehet rájuk építeni, és nem elfelejtve azokat, akik például nem játszottak. Mert most elég erős a keretünk, nagyon jó az összetétel, megvan a kohézió, a felnőtt és a fiatal játékosok között. A válogatott Nemzetek Ligája meccsei miatt a hétvégén nem rendeznek fordulót az NB2-ben, így 2 hete lesz a Sparinak arra, hogy felkészüljön a következő 2 mérkőzésre. Nekünk nagyon jól jött a szünet, vannak egyébként sérültjeink is, apróbb és nagyobbak, azt most nyalogatjuk a sebeinket, ez a 2 hét alatt remélem, hogy tudjuk rendezni a sorainkat, és tudunk megfelelően készülni a Kaposvár elleni mérkőzésre. Ma elutazunk Gyulaházára egy hírverő mérkőzésre, ott a Bardi Gabi invitálásával fogadtuk el ezt a fölkérést. Pénteken lesz egy edzés még a programban, szombat-vasárnap megkapják a pihenőt, jövő héten pedig elkezdjük a Kaposvár elleni felkészülést. Most elég mélyről kell indulni, de ebben a 3 pontos rendszerben nagyon gyorsan lehet lépegetni a tabellát. Mindenféleképpen a tabella első feléhez szeretnénk fölcsatlakozni, ehhez pedig minden héten győzelmi kényszerbe kell pályára lépni, és azt gondolom, hogy képes is erre a csapat. Az NB2 tabelláját az Zalaegerszeg vezeti 25 ponttal megelőzve az egyaránt 24 pontos Gyirmótot és Békés Csabát. A 13 pontos Nyíregyháza Spartakusz a 14. helyen várja a folytatást. Vereséget szenvedett első idegenbeli meccsén a nyíregyházi Kossársuli. A női amatőr NB1 piros csoportjának második fordulójában lejátszott mérkőzésen a csata Diese otthonában lépett pályára Farkasinszky Gyuláné együttese. A házigazda fővárosiak 80-47-re megnyerték az összecsapást. Nem a Farkasinszky orsolya és Fekete Dóra mellett utánpótláskorú játékosokkal érkező vendégek voltak a mérkőzés esélyesei. Az első negyedet 6 ponttal, a másodikat 11 ponttal nyerte a csata Diese. A harmadik 10 perc volt a legszorosabb, de a fővárosiak azt is behúzták 2 ponttal. A meccs végére kinyílt az olló a 2 csapat között, így a házigazda 33 pontos győzelmet aratva érvényesítette a papírformát. Az első fél időben, és főleg az első negyedben kimondottan jól tartottuk magunkat, tehát addig, ameddig az első ötössel tudtunk pályán maradni, addig azért megnehezítettük a csatának a dolgát, de egyértelmű volt, hogy készültek ellenünk, tehát hogy az orsítunk, mindegy merre lépett, 2-3 vették közele. Idő kellett, amíg megtaláltuk azt, hogy a játékosok úgy lépjenek, hogy az orsodnak a kiosztásaiban pontokat tudjunk szerezni. A Dóri ugyanígy, tehát a 2 idősebb játékos volt velünk, mind a 2-t igencsak szoros őrizet alá fogták. Mi megpróbáltuk, hogy az emberfogást, a zónavédekezést megpróbáltunk váltani, ez a hátra összezavarja egy picit az ellenfelet, ez egy ideig óráig sikerült is. A szakmai igazgató szerint a mérkőzés a vereség ellenére is hasznos volt a fiatal játékosok számára. Én úgy gondolom, és ugye szerintem ennek az évnek erről is kell szólnia, azok a játékosok, akik azért végezzük velünk ezt az évet, úgy fiatalabbak, tehát akár a 2002-esek, 2003-osok is, akik most bekapcsolódtak már ebbe az amatőr NB1-es bajnokságba, szerintem azoknak is adjunk játék lehetőséget, nézzék meg ők azt, hogy mit jelent egy ilyen csapat ellen pályára lépni, mit jelent az, hogy ilyen szituációban akár egy ilyen igencsak agresszív, kemény védekezés ellen is megoldani a játékszituációkat, és ugye a vége azért itt már pontatlanabbak lettünk, több eladott labdánk volt, nem úgy jöttek össze a dobásaink. Én azt mondom, 3 éven keresztül nagyon jó volt látni a lányokat, utána egy picit szétcsúsztunk, de hát én úgy gondolom, hogy ennek a mérkőzésnek inkább az volt a célja, hogy játszunk, és a következő mérkőzésekre a felkészülést próbáljuk meg megoldani. A nyíregyházi Kossársuli vasárnap Székesfehérváron a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia ellen lép pályára. Nehézséget okoz Farkasinszky Gyuláné számára, hogy aznapra ki van írva egy miskolci kadettforduló is. Egyelőre a szövetség döntésére várnak, mivel 2 helyszínen egyszerre nem tudnak ott lenni a kadettkorú nyíregyházi játékosok.
elszenvedte szezonbeli első vereségét a kisvárdai női kézilabda csapat. Vlatko Djonovic együttese az NB1 hatodik fordulójában Vácon lépett pályára, és a hazaiak 14-13-as félidőt követően 25-24-re megnyerték a mérkőzést. A kisvárda következő meccsén október 28-án a Siófokot fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Fontos, hogy a fiatalok jó döntést tudjanak meghozni, ez a megye szempontjából is lényeges, hangzott el a pályaválasztási kiállításon Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal által 19. alkalommal megszervezett Dönts jól a jövőd a tét címet viselő kiállítás célja, hogy bemutassa a megyében élő pályaválasztók és pályamódosítók előtt álló lehetőségeket, és támpontokat adjon a tovább tanulást meghatározó döntéshez. A kétnapos rendezvényen mintegy 80 közép és felső fokú oktatási intézmény, munkáltató és partner szervezetek adtak tájékoztatást a kiállításra ellátogató több ezer fiatalnak. Mintegy 350 millió forintos beruházással bővítette telephelyét a Hoya ZRT Máté Szalkán. A fejlesztésnek köszönhetően egy kétszintes, 1400 négyzetméteres épületet alakítottak ki. Tóth István, a gyár elnök vezérigazgatója, 35 perc című műsorunkban elmondta, a beruházást a megnövekedett feladatok és a munkaerőhiány indokolta. Rókagombával és őzlábgombával szinte egyáltalán nem találkoztak idén a szakemberek. A száraz, csapadékmentes nyár miatt a tavalyi gomba mennyiségnek alig a 10%-a termett meg. Ez azért is probléma, mert Magyarországon még mindig nagyon alacsony a gombafogyasztás, évente alig 1-1,5 kilogrammot eszünk meg belőle. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 11-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál melegebb időjárás. Továbbra is anticiklon alakítja a Kárpát-medence időjárását. Még napokig nem várható lényeges változás időjárásunkban. Az előttünk álló éjszaka derült idő várható, néhol párássá válik a levegő. Csapadék nem lesz, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült napos idő várható. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is marad a derült, napos, csapadékmentes idő, mindössze a hajnali, reggeli órákban lehetnek átmenetileg pára és kötfoltok. Számottevő változás a hőmérsékletben sem valószínű.